Évek óta vágya a bukovinai székelyeknek, hogy a búcsúra ellátogasson Madéfalva egyházi vezetője. Tamás József nyugalmazott segédpüspök áldotta meg a kismányoki székelyporta újonnan átadott elemét, a székely csűrt, mely közösségi célokat szolgál majd a jövőben. Az ünnepi alkalomra a 60 fős delegációval érkező Madéfalva polgármestere Szentes Csaba arról beszélt, 2014 óta egyre szorosabbá vált a kapcsolat a bukovinai székelyek lakta a települések és Madéfalva között. Felemelő érzés volt, hogy itthoninak éreztük magunkat, de mégis azt éreztük, hogy talán tudtunk hozni ebbe a búcsúba valami plusz, ami mi otthoni, de ugyanakkor kaptunk is, mert itt valójában testvéreink vannak, ugyanúgy beszélnek, mint mi, ugyanúgy gondolkoznak, mint mi. Csibi Krisztina, a Magyarságháza igazgatója úgy értékelt a találkozót, mindaz, amit Szent István gondolt a magyar egységről, most ismét testet öltött. Ezért is zarándokolunk több százan minden évben Csíksomlyóra, és nekünk, ahogy a püspök atya is mondta a Szent Misén, nekünk ez egy kis Csíksomlyó itt kismányok, amit 1989-ben éppen a rendszerváltáskor azért építettek, hogy a bukovinai székelyek zarándok helyévé váljon, és azt hiszem, hogy mára beváltotta az ehhez fűzött reményt. Illés Tibor, a bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke arról beszélt, minden találkozás erősíti a népcsoport identitását, elősegíti a hagyományok további etetésének folyamatát. Tiszta forrást keresünk. Mindig azt arra törekedni, azt, hogy törekedjünk a szépre és a jóra, mint ahogy András Falvi Berci bácsi szavaival éljek, mert az ember nem születhet, ugye nem születik tökéletesen, de úgy gondolom, ha törekszünk rá, akkor mindenképpen a kultúránk szépsége erőt ad, és rávezet arra, hogy milyen értékeit képviselünk. A találkozó első napi alkalmat adott arra, hogy a szövetség átadja díjait a népcsoport fejlődéséért kimagasló teljesítményt nyújtóknak. Posztumusz díjat kapott Sebestyén Gyula, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége Szekszárdi Egyesületének volt tagja, Kereszta Sándor Mária Gyüdi plébános és Sebestyén Miklós a székely csűr tervezője, valamint Kosnás Árpád néptáncoktató.